A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztete, köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatóját, Hallország fejedelmét, ha úgy tetszik. Hát a 2023-as évről kell, hogy beszéljünk. Volt itt egy olyan konferencia, egy olyan sajtótájékoztató, ami nagyon sok mindent elmondott erről az évről, hiszen képviseltette magát a MAHAL mellett, a MOHOSZ, illetve itt volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Fontos dolgok hangzottak el, de azt hiszem, hogy egy kicsit el kell mélyüljünk ebben, hiszen azért ne feledjük, 2023-as év elég sok pozitívumot tartogatott az ágazat számára, annak ahhoz mérten, hogy hiszen a 2022 az válságok sorozata volt, asszálytól kezdve gazdasági válság és a többi. Ha össze kéne foglalni az idei esztendőben történteket, hiszen el kell, hogy jussunk majd karácsonyig, akkor miként tenni? Meglepetések éve. Nem emlékszem arra, hogy ilyen szélsőségek lettek volna bármikor is, mint amilyenek az idén, hiszen egy nagyon hideg májussal kezdtünk, viszonylag jó csapadék viszonyokkal, és így fel tudtuk tölteni a tavainkat. Aztán jött egy elképesztően meleg nyár, aminek nem csak a hőfoka volt sok, hanem a változatossága is. Ha visszaemlékeztek rá, pillanatokon belül 15 fokokat esett a hőmérséklet, oda-vissza, tehát azt kell mondjam, hogy ekkora változások nem szoktak lenni. Aztán volt egy nagyon-nagyon durva meleg periódus, amilyen szintén nem jellemző, hiszen 28-29 fokig felmelegedő tepetes vizektől nem nagyon hallottunk, hát én legalábbis nem, de még a Duna is volt 24 fokos, elképesztő, hogy milyen változatosság volt. És hát megjött az őszünk, ami olyan volt, mint amilyen egyébként a 80-as években szokott lenni, magyarul csapadékos, és a csapadék a legjobb meglepetésünkre, a ma reggelre, pontosabban tegnap egész nap egy olyan havazást hozott, Mikulásra hol legyen Magyarországon, én már nem is tudom, mikor volt, biztos vannak jobban emlékezők, de én nem emlékszem arra, hogy pláne ekkora, hogy közel 20 cent is hóborítja a területünket. Tehát ahogy mondtam, volt a meglepetésekével. Most ami a haltermelést illeti, ahogy említetted is volt, ez a jó évek egyike, abban az értelemben, hogy az alapok azok jobbak voltak, mint az előző év, hiszen azzal, hogy megteltek a Dunántúli kis völgyzárógátas tavaink, és egy kiegyensúlyozott termelés lehetővé tett a kieső területeink, tavaly azért meghaladták a mindenféle viszkárokkal együtt, totálkárosan a 8, egyébként meg a 30%-ot, az, hogy lementek a gabonárak oda, ahova lementek, az állattenyésztésnek úgy globálisan rajtunk kívül is nagyon-nagyon jó tett. Sajnos jó néhány kollégánk beleragadt abba, hogy a tavalyi pánik helyzetben iszonyatos áron, konjunkturális áron vette meg a takarmányát, hát azokon az év csak a felétől kezdve segített, hiszen azt a takarmányt, amit megvettek aratásig, azt ugye hát még nagy áron vették meg. Aratástól aztán kiegyensúlyozottak lettek a gabonapiaci ellátások, és hát mindenki hozzájutott a takarmányhoz bőségesen. Ami a haltermelést illeti, hát ezért ez a meleg egy kicsit megkaszálta a haltermelést itt-ott, amúgy a sekélyebb vizeken, ahol nagyobb volt a növényzet, túlmélyek, az iszapó, szorványos dögléseink voltak, de nem jellemző az, hogy komolyabb káraink keletkeztek volna ebbe az évbe, és jó közepes terméssel zártuk az évet, azért nem jobbal, mert a vízhelyzet és a takarmány talán jobbat is lehetővé tett volna, de az ivadékunk is kevesebb volt, hiszen a 2022-es évben a kieső területeken bizony ivadékot se tudtak a kollégák termelni, és hát ami még ebben az évben nagyon nagy volt, és meglepetésünket is, nagy meglepetésre is szolgált, a kormorán helyzet. Nem ment el a kormoránok jó része, hogy ez a koratavaszi hideg miatt, vagy mi miatt történt, nem tudjuk, de lényegesen több kormorán magadt az országban, mint amennyi egyébként szokott ilyenkor lenni. A magyar fészkelő állomány 2-3 ezer darab, ezt még úgy, ahogy elbírtuk volna, de legalább 5-6, talán szerintem még 10 000 darab is volt olyan maradék, ezek általában fiatalok, amik nem mentek el éjszakra szokás szerint az északi területeken fészkelni, hanem itt magadtak az országban, és bizony ez a fekete sereg dúlt, rabolt, ahova befért mindenütt védekezni kellett ellene. Hát ellentétben az előző 6-7 évvel nagyon nagy volt az itt lévő nyáron is
garázdálkodó kormagánállomány. Aztán nagyon korán megjöttek már a nagy testű testvérek, ezeket hívjuk vándorlóknak, meg kóborlóállományoknak. Ezek egy 30-40-es sereggel szokás szerint betelepedtek az országba, és egészen a tegnapi napig hát elég rendes pusztításokat végeztek mindenhol, legalábbis rengeteg energiánkat lekötöttek a védekezésre, hiszen gázágyuk, riasztás, emberek, mozgatni kellett mindent, hogy meg tudjuk óvni az ivadékot, hogy a következő évnek a vetőmagját valahogy meg tudjuk tartani. Most a hó miatt, meg a vizeken lévő vékony jégpáncél miatt nincs kormoránunk, lementek a nagy vizekre, tehát a Balatonra, a Dunára, a Tiszára, ahol még ugye nem fagytak be csak a kisebb területeink, és hát ott garázdálkodnak most. Ami a gazdaságot illeti, nyilván az árak nálunk is fölmentek, a halellátás egész évben megoldott volt, egy kicsit féltünk a júniusig tartó időszaktól, hiszen a hideg május miatt keveset nőtek a halak, de nyugodt szívvel mondhatom, amit elmondtunk itt a Agrárkamara és a MOSZ jelöltében is, hogy mindenki megkapta azt a halmennyiséget, amit leszerződött, vagy amit megigényelt. A koratavaszi halellátása mind a Horace szektornak, ugye ez a vendéglátás szektorát, illeti mind a ellátásoknak, mind a horgásztalvi ellátásoknak biztosított volt végig, tehát nem volt fennakadás benne. Július-augusztustól jobban tartottunk, mint az ellátást illetően, mint ahogy végül is sikerült, hiszen sikerült a rendkívüli időjárás ellenére is általában megfogni a halakat a nyári halászattal, tehát mind a turisztikai szektort, mint pedig a horgász szektort, akinek igénye volt rá, azt ki tudtuk szolgálni egész nyáron. Ami még az idei évre jellemző, és nem minden év ilyen, hogy a nagy meleg és az olcsó takarmányok miatti, hát egy kicsit lazább viselkedés a halakkal, ez rossz fogalmazás volt, egy kicsit bőségesebb takarmányozás megtette hatását, a halak nagyra nőtek. Átlagban 2,5-3,5 kg közötti halakat mérhetünk mindenhol, ennek két magyarázata is van. Egy kicsit lazábban népesítettünk, kisebb darabszámot tettünk ki, tovább kitartott a tóban képződő fehérje a planktonállomány, másrészt pedig a takarmányok hozzáférhetősége miatt egy kicsit jobban is etettük a halainkat. Magyarul a hozamok kiegyenlítettek voltak, egy jó közepes termés mindenki kaszált, nagyon jó minőségű és nagy testű halaink vannak a piacra. Ami az exportot illeti a tavalyi évben, a hal hiány miatt visszafogott volt egy kicsit, de már most az ősszel elindult, és a hagyományos piacaink, főleg Románia, illetve Németország egy része, az fogyasztja a halainkat, viszi is. Azt gondolom, hogy az idén nem kell arra kérni a kollégáinkat, mint tavaly, hogy figyeljetek oda, ne adjátok oda exportra addig a halat, amíg a magyar piac nem kielégített. Most nyugodt szívvel mondhatom, mindenki hozzáfér a halhoz. Ami jó hír még szintén, hát nem biztos, hogy teljesen átjön mindenkinek, a fogyasztónak is, hogy ugyan a nyári árhoz képest levittük 15-18%-kal a halárainkat, hiszen a MOSZ-szal megállapodtunk, hogy követjük a konjunktúrát, és ha nekünk olcsóbbá válik a hal és nagyobb a szezon, akkor nyilván leengedjük majd a karácsonyra a halárakat, ezt meg is tettük a kereskedelem felé is, nem nagyon látjuk visszaköszönni a kereskedelembe, és ez egy általános probléma, ha térjek vissza rá. Nem látjuk azt a fogyasztóként, nem látjuk azt, hogy a 5000 forintos gabonárak visszaköszönnének a kenyér árába, nem lett egy fillére se olcsóbb, dacár annak, hogy a felé esett az alapanyagára, de beszéltem a tejgazdálkodókkal is, vagy pontosan a tejnészetekkel is, ők is lejjebb engedték az árakat, nem látjuk a tejtermékeken se. Tehát egy olyan jelenség alakult azért ki, ezt látunk el, hogy a kereskedelem indokolatlanul fenntartja az árakat, nem követi az alapanyagárak mozgását, és olyan költségeket is beépít az áraba, amik nincsenek meg. Magyarul lenyeli a hasznot, ezt nyugodt szívvel kijelenthetjük. Hát mi írtunk a kereskedőiknek egy körlevelet, hogy kérjük tisztelettel, hogy miután mi is a nyári 1700 forintos tóparti árból lejjebb mentünk, hát lehetőség szerint ők is kövessék ezt. Hát nem nagyon látjuk ezt a követést. Nem tudok erre mit mondani, mert egy piacgazdaságban nincs központi szabályozás, és nem mondhatjuk meg, hogy ki mennyiért adja halat, és hogy forgalmazza, mert a válaszuk az, hogy akkor add el te. Hát szóval ez egy örök butogatás egymásra a termelőnek és a kereskedőnek, de most egy kicsit úgy gondolom, hogy lehetne önmérséklőbb a kereskedelem is, és nem kéne minden magas labdát leütnie, nem kéne fönt hagyni azokat az árakat, amelyeket egy konjunktúra kúsztatott föl, vagy egy konjunktúra tolt magasra, azokból talán engedni is lehetne. Mint ahogy látjuk Európa többi országába, nem én mondom, megtapasztalhatja bárki, Európa legdrágább élelmiszerpiaca ma a magyar piac, azért annak talán nem kéne így lennie, alapvetően mégiscsak agrárország lennénk. Egy fontos kérdés, bár azért már szó esett róla, de azért hadd kérdezzek rá. Az input anyagok viszonylagos árcsökkenése az mennyit segített a gazdaságoknak?
Hát alapvetően nálunk a legfontosabb a takarmány. Mi nem használunk műtrágyákat, nem használunk semmilyen olyan hozzáfokozószert, aminek az ára bejátszana a termelésbe. Sajnos a gázolaj árak és a benzin, az energetikai árak alapvetően nem módosultak akkora mértékben, amekkora befolyásolta az árainkat. Inkább egy kicsit azt mondom, hogy a megdráguló szállítás mindenképpen látszik, az nem használt nekünk, hiszen nem csak a gázolaj ára lett magasabb, a biztosítástól kezdve a gumiig mindennek az ára magasabb lett. Nekem egy kicsit az az érzésem, hogy Magyarország túlárazta magát, a különböző stoppok azt eredményezték, legyen ez az én magánvéleményem, hogy a kereskedők lényegesen többet tettek azokra az áru cikkekre, amelyek nem kerültek az árstoppuk hatása alá, és ebből nem is igen hajlandóak engedni. Olvastuk a példákat, hogy ugyanannak a terméknek Ausztriában 20-30%-kal olcsóbb az ára, mint a magyarországi üzleteikbe. Hát erre nehéz magyarázatot találni, talán ugyanaz, amit az előbb is mondtam, hogy a kereskedelem egy kicsit túl biztosította magát, és nem igazán hajlandó ebből az árésből engedni. Mit tud tenni a mahasz, illetve hát általában orgász társadalom azért, hogy nőjön a halfogyasztás, és nem tudjuk, hogy 6 kiló körül van továbbra is, mikor azért az szomszédos országban és mindenhol másutt is jóval magasabb ez. Azt én jónak tartom, hogy ellentétben az élelmiszerfogyasztás mostani trendjével nem csökken a halfogyasztása, hanem egy kis, ha enyhe is, de egy kis emelkedést tapasztalunk a halpiacon. Ez különösen igaz a karácsony környékére, ahol nem csak a mennyiség, hanem a minőség is fontosabb, mint az év másik felébe. Azt jónak látom, hogy a kereskedelem egyre több magyar halat forgalmaz, és azt is, hogy az intenzív üzemeink, amelyek konyhagészen állítják elő a termékeket, az Afrika harcsa, a szürke harcsa, a tokfélék, ezeknek a termelése folyamatosan bővül, és azt az igényt, amit a piac támaszt a halászattal szembe, hogy lehetőleg konyhakészen vagy jól előkészítve kerüljenek elő a termékek, azt ma már azért 80%-ig tudjuk biztosítani. Ez különösen igaz a karácsonyra, hogy nem megy drasztikusabban fel a halfogyasztásunk, vagy erőteljesebben, ez a tradícióknak köszönhető, nagyon nehezen tudunk ahhoz hozzászokni, hogy ez a modern táplálkozás, amit követnünk kellene, ugye ez a inkább zöldség, gyümölcs, hal, a könnyebb és a mai életmódnak jobban megfelelő táplálkozás egy kicsit nehezen megy át a hazai fogyasztókon. Nálunk még mindig az ünnep a kolbász, a szalámi, a szalonna és a disznóvágás, szóval, és nem úgy élünk, hogy ezt a rengeteg energiát el is tudjuk használni. A mahal akciók mennyit segítenek ezen? Sokat. Amiről nem beszélünk, az nincs. Tehát az igaz, látjuk, hogy ez a folyamatos akció, amit folytattunk először az Agrármarketing Centrummal, most ugye miután még nem jöttek meg az EU-s források a halászati ágazatba, most önerőből, a MOHOSZ-szal közösen, ezek azért sokat számítanak, fogadjuk el, minél többet mantrázunk valamit, annál hamarabb átmegy, és annál hamarabb kerül a kosárba a termék, amiről nem beszélünk, az nincs. Igen, sokkal többet kéne beszélnünk a halról. Én alapvetően nyilván elfogult is vagyok ezen a területen. Én népegészségügyi kérdésnek tartanám a korszerű táplálkozást, rengeteg tablettát sporolnánk meg vele, Magyarország a tabletta fogyasztásban az élen jár, meg a keringési betegségekben is. Mind a kettőnek alapvető oka az az életmód, ahogy élünk, és az üzemanyag, amit fogyasztunk. Ez nem igazán korszerű, sokkal többet kellene halat enni, sokkal több gyümölcsfélét, és sokkal inkább alkalmazkodnunk kéne a táplálkozásunkkal, ahhoz az életformához, aminek sajnos nem napi eleme a mozgás, a legtöbbet használt szervünk a fenekünk, mert azon ülünk, és a legtöbb energiát az agyunk fogyasztja, mert általában a fejünkkel dolgozunk, nagyon kevés az, amit fizikailag végzünk. Látta arra esélyt, hogy az a százalékarány, tehát az több mint háromnegyed részét a halfogyasztók a külföldi halakat, illetve a külföldi árukat veszik. Tehát van arra esély, hogy ez megforduljon, illetve szép lassan elinduljon egy olyan folyamat, amelynek mentén a magyar halászat, illetve a hal kerül előtérbe? Nézzek, két felé kell mondanunk a kérdést. Nyilvánvalóan nem nagyon sok olyan európai ország van, amelyik nem önellátó, Ausztriának sincs tengere, tehát ő is inkább behozatalról, és sorolhatnám tovább. De a halászati ágazatnak két tartó pillére van, egyik a tógazdasági halászat. Itt nem vagyok optimista, a tógazdasági halászat nem kapja meg azokat a feltételeket, amiket a vidékfejlesztési programból bárki megkap.
A túlgazdaságoknál nincs árvíz, nincs belvíz, nincs aszálykár. A túlgazdaságoknál gyakorlatilag semmiféle kárpótlás nincs, de nincs biztosítás se. Ha a gátad elszakad, az is a te bajod, ha a halad megölik, az is a te bajod. Tehát ellentétben a mezőgazdaság minden másával, ágazatával. Ha megfújja a szél a szabolcsi almásokat, már fagykár van, ha túl nagy a termés, akkor a szőlőbe zöld hasznosítás van, vagy dob le a szőlőt, kifizetjük, vagy lepállási támogatás. Kicsik vagyunk és gyenge a lobbyerőnk, nem tudjuk azt elérni, hogy a halászati ágazat ne háttérbe szorulva kullogjon a többiek után, és ennek az az átka, hogy lassan épül le az ágazat. Egyre több helyről hallunk, hogy itt is 50 hektárt inkább beszántottuk, ott is lehetővé tettük a vízelvezetést, és inkább ültetünk helyette valamit. Nem tudunk alapvető támogatási rendszerből úgy kilógni, hogy csak nekünk nem jár földalapú támogatás, csak mi nem tudunk a biztosítási rendszerekben benne lenni. Sajnos az ágazat így, az én korosztályommal veszít még egy óriásit, kikopik az, aki szerelemből csinálta meg abból, hogy ebbe ért benne 40-50 éve. Az én fiam, a szomszédom fia, a harmadik új generációs gazda abban gondolkodik, ne vicceljetek, már kapunk a kukoricára 100 000 forintot hektáronként. Ha Natura 2000-ben támogatást kapunk hozzá, ha bármi problémám van, biztosítást kötetek rá, fagykára, jégkára, vadkára, egyre nem tudok semmit, a halra, arra semmit nem tudunk a világon. Apa, miért ezt csináljuk? Még ezt csináljuk. És erre a kérdésre nincsenek válaszok, csak az, hogy kisfiam, ezt szeretjük, mert ebbe éltünk, mert ez a mi szerelmünk. De nem így gondolkodik egy generáció, és azért veszélyes ez az üzem, mert az utolsó nagy biodiverzitás, nem, most nagy szavakat kerestem, de nem találok hozzá, ahol valójában még megvan az 500 év előtti termelési mód, és az az életforma, amit ezzel el lehet tölteni, és az a legfontosabb életközösség, ami 500 éve is megvolt, ma már a mezőgazdasági területeket figyelembe véve csak a halászatban van, sehol másút nincs. El lehet menni 300 métert a kukoricába, és letenni egy kis nyuszit, megtalálod egy hét múlva döglötten. Egy szál gazt nem látsz az intenzív táblákba, 15-ször permetezzük a szőlőt, ha már gomba előrejelzés van, már szórjuk a permetlevet, minden összement ebbe a mezőgazdasági ágazatba, csak mondanám, hogy 3,5-4 millió hektoliter bolocskánk van. 1890-ben, amikor a filoxéra a tetőpontját érte, Magyarországon 16 millió hektoliter bor termeltünk, és még nem ismerték azt a szót, nem volt ilyen szó, hogy kemikália. Semmi nem volt, majd utána jött a bordói lé, amit ismerünk, ami rézésként. Tehát ez a agyon mechanizált és agyon kémiai szerekkel agyon szólt mezőgazdaság, ez tulajdonképpen olyan ökológiai sivatagot jelent, ahol mindent megölünk annak érdekében, hogy a terményen megmaradjon. A repcét, a búzát, ha kell, akkor sár, minden ellen permetezünk is állandóan, és nem veszük azt észre, sajnos most már Európa is rádöbbent erre, hogy olyan sivatagokat alakítottunk elő, amelyek értéktelen termékeket állítanak elő. A talajokban nincs meg a termőképesség, hiányoznak az alapvető feltételek, a baktériumflóra, hogy jó minőségű termésünk legyen. A halászat az egyetlen, ahol nem használunk vegyszert. A tógazdasági hadászat. Nincs vegyszer. Pont úgy, amióta én az eszemmel tudom, pontosan úgy népesítünk, úgy használunk szerves trágyákat maximum, úgy bánunk a halakkal, itt nincs semmiféle antibiotikum használat, nem használunk fogyasztásnövelőket, nincs semmi olyan kemikália, amit hozzáadnánk, nem is tartunk előrébb a hozamokba sem, mint mondjuk 85-ben. Ezt az egész termelési módot ezt úgy kéne kezelnünk, mint Magyarország egyik utolsó gyöngyszemét, ahol ha kiülsz a partra, akkor 5 percen belül látsz planktont, sirályt, békát, gyíkot, siklót, az állatok 90%-a vízhez kötött életű, nem tud megvenni víz nélkül. Minden nálunk jön össze. Amikor ilyen éveket élünk, mint az utolsó 5-6 év is, ne tévesszem meg senkit a mostani csapadékos év, sajnos még az idén is voltak olyan asszályos területei Magyarországnak, ahol aszálykárral kellett inkább beszélni, és nem arra, hogy a vízellátás kiegyensúlyozott. Ezeket a kis biológiai gyöngyszemeket, ezeket az elképesztő jó lehetőséget arra, hogy átmentsük az életet egy másik, talán boldogabb korszakra, ahol többet értékeljük azt, hogy mi van körülöttünk, miben élünk benne. Egyre inkább óriási városokba élünk, egyre inkább szennyezett levegőbe élünk, 80 millió tonna talajt veszítünk egy évente el, annyit fúj ki a szél a Kárpát-medencéből humusz formájába, és semmit nem tudunk tenni ellene. Akkor azokat a kis formátumokat, amik megmaradtak, azokat a kis biológiai rezerveket, ahol még ugyanaz él, mint ami ezelőtt
50 vagy 100 éve, vagy 150 évét, azokat úgy kéne a tegyelünkön hordani, hogy mindent megtenni, azért, hogy megmaradjanak. Ha egy hektár halastónak megnézzük a biomasszáját, hogy mi élt abba, élet, mennyi volt benne, és megnézzük 50 hektár kukoricájét, hát a töredékét se találjuk meg benne. Egy hektár halastóval elvesztettél valamit, amit nem tudsz pótolni. Nem lehet pótolni semmi mással, mert csak vízbe érnek meg azok a szervezetek, amelyek nélkül mi se tudunk meglenni majd. Tehát nem akarok nagyon patetikus szólamokat használni, olyanokat veszítünk, amit nem tudunk pótolni. Olyat veszítünk el. És a halászattal elmegy valami, amit nem tudsz még egyszer újraindítani. Apám mondása volt, hogy kisfiam, amikor egy ólból az állat egyszer kiveszik, mert nem telepítjük újra, soha többet nem lesz ott semmi. Ahol egyszer halastó volt, és fölhagytuk, és inkább csinálnak benne rizst, mert csinálnak benne más kultúrát, amit háromszor úgy támogatnak, és mindenki a kezén hordozza, mert kell a termék, akkor nem tudunk mit csinálni ezzel, nem tudunk versenyezni. El fogunk kopni ebbe a versenybe. Most a másik ágazatunk is, azért beszéljünk azokról is, amik előnyösek, és a fejlődés, meg a meglévő adottságaink Magyarországon többet adnak, több lehetőséget adnak. Ez az akvakultúra, ez magyarul az intenzív haltermelési ágazat. Azzal, hogy itt vannak a nagyon jó képességű termálvizeink, nagy hőtartalommal, és energetikailag nem kerültünk olyan helyzetbe, mint a hollandok, meg a németek, hogy egymás után zárják be az ilyen típusú üzemeiket, mert nem tudják kigazdálkodni a rezsijüket, nem tudnák ők se olcsó árammal és gázzal fűteni, ezt mi megtesszük a földhővel, sokkal kedvezőbb körülmények között, ez az ágazat látványosan fejlődik. Tehát itt lehet látni, hogy a 10 évvel ezelőtti 2-3 ezer tonnás termés fölkúszott most már lassan 5-5,5 ezer tonnára, egymás után épülnek az ilyen üzemek, és ezek már olyan komplexitással bírnak, hogy a kijövő termék, legyen az afrikai harcsa, legyen az bármi más, az már konyhakészen kerül ki a piacra, tehát a legmodernebb technikákat ötvözzük. Ez már a halászatnak a modernitása, ez az az ágazat, ami fejlődik. A feldolgozókkal együtt sokat tesz azért, hogy a magyar hal egy kicsit előrébb törjön, de a szívem csücske, meg a halászat olyan, mint maga, ami a tógazdaságban folyik, annak bizony eléggé sanyagú sorsa van. Én örülnék annak, hogyha nem döntéshozók nem azt látnánk, hogy tudom én, van 200 üzem, van néhány ezer ember, hanem azt látnánk, hogy ha ezeket a kis közösséget elveszítjük, akkor azt veszítjük el, amit a falvakkal már elvesztettük. Ezelőtt 30 évvel a falvak önellátóak voltak, egy zöldséget séhen halt egy faluba, hát ki a fene vett volna zöldséget, amikor minden ház sarkában ott volt a kiskertecske. Egy 40 évvel ezelőtt a spájzra volt a legbüszkébb anyám, meg a szomszédasszony is, meg a spájzok voltak azok, amik tele voltak gyümölcsel, tele voltak eltett befűltekkel, lekvárokkal, savanyításokat csinált anyám. Hol vannak már ezek? Elvesztettünk valamit, amit nagyon-nagyon nehéz lenne visszaszerezni. Én annak örülnék, ha egyszer egy fórumot adhatnánk az ügybe, mit veszít Magyarország azzal, ha elfogynak a halastavai? Egy kérdés a végére, nagy sóhaj után, hiszen egyetértek, invitáljuk meg azért azokat, akik karácsonykor is fogyasztanak halat, hiszen az aranypont ilyen értelemben remek évet zárt. Hát hála Istennek, az egy nagyon jó hír, hogy a rendelkezésre áll az a halállomány, ami karácsonynak egy választékba is, minőségbe is, és mennyiségbe is, bárhol az országba, rengeteg halálosító helyünk van, hála Istennek. Az Aranypont ZRT 14-től halvásár csinál, nagyon korszerű körülmények között egy új csarnokot építettünk az angol export támogatására szírt pályázatból. Annak egy részében most éppen egy nagyon attraktív karácsonyi halvásár csinálunk. Szeretettel várunk mindenkit 14-től, akár előrendeléssel is, Réti Majorban elő lehet rendelni a csomagot, és készen el lehet érte másnap jönni, vagy akár harmadnap, ahogy kéri a kedves vendég. Fejlődünk, és szeretnénk azt a célt szolgálni, amit eleve is kitűztünk, hogy aki ide jön hozzánk, elégedetten távozzon. Ha gondolja meg is, kóstolhatja etalóként a csárdába a halászlét, hogy miért kell főzni otthon, elmondjuk a receptet is hozzá természetesen, és ha kérik, akkor mindenkinek egy kis receptfület is rendelkezésére a halvásárnál. Én szeretném, hogyha a karácsony, ahogy eddig is, a fenyőfe illata mellett egy kis halászlé illata is keveredne Magyarországon. A 60%-a körülbelül az édesvízi halak egy jó részének ilyenkor fogy el a karácsony ünnepekbe, és én, ha még valamit javasolhatnánk, az, hogy ne várjuk meg a 22-ét, nyugodtan vegyük meg a halat, tegyük be pár napra a mélyhűtőbe, és nem kell sorba állnunk, a választék tökéletes, a halak frissek, nyugodtan betehetjük a mélyhűtőbe, és karácsony napján csak előveszük és megfőzzük.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.